Az őszi szezon egyik meglepetés csapata volt a megyei első osztályban a Nagyecsed, amely Opremihá irányításával a második helyen zárta a bajnokság első szakaszát. Az edző a téli szünetben nagy halászba tette át a székhelyét, így az ecsediek január 12-én a szakmai munkába korábban is besegítő Ádámszki Róbert irányításával kezdték el a felkészülést. Egyelőre sem távozó, sem érkező játékos nincs a csapatnál, amely most már edzőmecseken csiszolhatja a formáját. Kilenc mérkőzés játszunk, ugye a körülmények miatt úgy gondolom, így a terhelés meg lesz. Tehát Nyírmátor, Mándok, Fehérgyarmat, sényű, tehát én úgy gondolom, sikerült elég jó erős el ellenfeleket kinézni. Eddig is egy hat volt a cél, tehát gondolom ez alkalmas rá az a keret. Én nagyon remélem, hogy egy kicsikét támadó szellembe fogunk tudni futballozni. Mondjuk ez függén azt mondom az ellenfelektől is, mindig most már azért csak jobban odafigyelnek egy nagy ecsedre, de én azért bízok ebbe a 16-17 emberbe, hogy ezt a helyezést meg is tudja tartani. A több gólkirályi címmel rendelkező támadó nem csak a kispadról, hanem szükség esetén a pályán is segíti majd csapatát. Én még szeretek futballozni. Ha már úgy látom kint, hogy szólnak, hogy óriási probléma van, akkor biztos, hogy nem fogok futballozni, akkor be fogom fejezni. De egyenlőre még a társak is azt mondják, amíg van, nem kezdőként, de a szükség fogom játszani. A nagy a február 27-i nyitófordulóban a tabella 8. helyén álló Tuzsért fogadja.